Hálát adok az isteni gondviselésnek azért, hogy Kassa városának dicső történelmi emlékekkel megszentelt falai közé a magyar felvidék nemzeti kultúrájának ősi földjére léphettem. Ami még néhány hónapja csak távoli remény, hetekkel ezelőtt csupán aggódó bizakodás volt, az a közelmúlt napokban bizonyosság, és ma végre élő valóság lett. Ezért, hogy ez megtörténhetett, különös hálát érzünk a baráti nagyhatalmak, és különös hálát érzünk a baráti nagyhatalmak és azok vezető államférfiai iránt. Vállalták a döntőbíró szerepét, és ezáltal néhány óra alatt rendezték azt a kérdést, amely, noha mindenki belátta tarthatatlanságát, 20 év alatt nem tudott megoldást nyerni. Nehéz és kényes volt a szerep vállalása, mert a döntőbíró mindig csak az igazságot keresheti. Fáradt, pártatlan kell, hogy legyen, és nem kedvezhet senkinek, legkevésbé barátjainak. Sors döntő napjainkban hagyományos baráti együttérzéssel állott mellénk a nemes lengyel nemzet, a mai ünnepnapon erre is őszinte hálával gondolunk. Meleg szeretettel öleljük magunkhoz hazatért felvidéki testvéreinket. Az elnyomatás és az üldöztetések dacára emelkedett szellemben, hittel és bizalommal álltak helyt a magyarsághoz való hűséges ragaszkodásban. Ezzel a mi nagy küzdelmünkben részt vállalva nagy mértékben könnyítették meg nehéz munkánkat. 20 év múló pillanat egy nemzet életében, de annak a nemzedéknek, amely azt végig szenvedte, egy örökké valóságot jelentett a ránk kényszerített határokon innen és túl is. Ennek a keserves időnek tanulságait le kell vonnunk. A házat ugyanis felgyújtani könnyű, de nehéz az újra felépíteni. Szent István évére esik a magyar igazság győzelmének első eredménye. A nagykirály hagyományaihoz képes az ő elgondolásainak szellemében fogadjuk az új határokon belül nem magyar fajú testvéreinket. Régi otthonukat találják meg az egymás mellett kiontott vérrel annyiszor öntözött közös hazában. A magyar kenyér mellett a magyar szívek szeretete várja itt őket. Ez biztosítja részükre nyelvük és kultúrájuk teljes szabadságát. Mint hogy ezen a vidéken szlovákok is laknak,
Néhány szót szólok hozzájuk nyelvükön. Trebás nyelvjem po slovensky a je výsledkom pekných rokov u valečného namovníctva strávených je, že hovorím chorvátsky a tak slovenské jazyky nie sú mi úplne cudzie. Pozdravujem vás vrelo vláskou, ktorý sa dnešného dňa vlastiate do 1000-ročnej vlastni, slobodárnu, sem ktoré ste jen spolu s nami obrábali a je aj branili. Buďte prezvedčení, že spolucítia sa láska celého maďarského národa zabezpečí vám mimo zvýšenia životnej úrovne aj úplnú slobodu slovenského jazyka a kultúry. Amit ön köszönetet mondok, a szíves, lelkes öröméből fakad, meleg üdvözlésért, arra kérek mindenkit, hogy merítsen erőt a jövő küzdelmeihez a magyar igazság átütő erejéből, amely az első alkalommal már a történelemben példa nélkül álló módon vér nélkül is győzedelmeskedni tudott. Hot, 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 hot